Január 31-e helyett március 31-e lehet a határidő a szerződések megkötésére a villanyáram szolgáltatókkal. Az energiapiac liberalizációját követően azok sem maradnak szolgáltató nélkül, akik nem kötnek új szerződést, de a passzív felhasználók 16–20%-kal többet fognak fizetni, mint eddig. Szakemberek szerint érdemes új megállapodást kötni. Ezt a táblázatot egy marosvásárhelyi programozó készítette el és tette közzé Facebook profilján. Kodok Márton 7 áramszolgáltató ajánlatait hasonlította össze. Arra a következtetésre jutott, hogy azok a fogyasztók, akik nem kötnek új szerződést, akár 20 lejjel is többet fizethetnek ezután. Szerintem nem feltétlenül kell szolgáltatót váltani, de mindenképpen megéri új szerződést kötni. Az energiapiac liberalizációja egy lehetőség a lakosoknak, ugyanis lehetőség arra, hogy olcsó tarifát találnak a piacon. Persze ez akkor működik, hogyha nagyon figyelmesek és megfigyelik azt, hogy melyik ajánlat megfelelő az ők háztartásuknak, illetve el kell fogadjuk azt, hogy ezután nem leszünk 5–10 évet ugyanannál a szolgáltatónál, hanem évente meg kell nézni, hogy melyik a jó ajánlat. Hozzátette, érdemes lehet 2–3 hetet várni, hiszen megtörténhet, hogy még jobb ajánlatokkal fognak jelentkezni az áramszolgáltatók. A szerződések megkötésének határideje január 31-e, de az Országos Energia Árszabályozó Hatósága a határidő meghosszabbítását fontolgatja. Nem döntöttünk még a hosszabbítás, mert az, ami a sajtóban megjelent, az csak egy tervezet, amivel azt javasoljuk, hogy kitoljuk március 31-ig azt az időszakot, amíg a fogyasztók a jelenlegi kereskedőjükkel köthetnek egy új szabadpiaci szerződést, amennyiben ez megtörténik március 31-ig, az az új ár, az a szabadpiaci ajánlatban levő ár, az január 1-től lesz alkalmazva. A határidő módosításáról leghamarabb január 15-én döntett az Országos Energia Árszabályozó Hatóság. A villanyáramszolgáltatók árainak összehasonlítására egyébként a hatóság honlapja, az árré.ro is lehetőséget biztosít.